Az 1930-as években a zsidó kérdés törvényi rendezése az egész országban uralta a közhangulatot. Hát Pakson is begyűrűzött a mindennapokba ez az antiszemita légkör. Sajnos igen. Például 1938-ban Szelp József asztalos ipartestületi elnök egy nyílt levélben, ráadásul országos lapban megjelentetett nyílt levélben kérte számon a Hangya Szövetkezetnek a paksi fiókját, hogy az általuk megvett új székház, egy fiók épület a Hegyhát utca sarki, amelyben Paks első gyógyszertár is volt, hogy ennek az átalakítási munkálatait miért zsidó szakemberrel végeztették, és még meg is említi, hogy le is fényképezték, hogy egy szakállas férfi teszi be a kirakat üvegablakát, és ezt számon kérték akkor a labban itt a helyi egyéb mesterek. Illetve 1939. májusi második zsidó törvény már még jobban éreztette a hatását, jobban, még sokkal húsbavágóbban, ugyanis ekkor már többen elvesztették az állásukat is a zsidó törvények hatására. Például köztük volt a Komlós Ferenc, a polgári fiúiskolának a helyettes óradíjas tanára, akit a Székesfehérvári Tankerületi Királyi Főigazgatóság 1940. február 1-i hatállyal elbocsátott. Tehát innentől már nem is léphetett be az iskolába, és sajnos nem csak hogy végkielégítést nem kapott, de még a nyugdíjjogosultságát is megvonták. A paksi svábokat mennyire tudta mozgósítani a német népi mozgalom, a Volksbund? A paksi svábok sikeresen asszimilálódtak, és így ennek köszönhetően itt Pakson nem talált erős táptalajra a Volksbund der Deutschen in Ungarn mozgalom. Volt itt is sváb nagygyűlés, amin részt vett Perczel Béla, nyugalmazott Tolna megyei főispán, országgyűlési képviselő is volt. A Bonyhádi kerületben sokat harcolt Bas Ferenc, Mühl Henrik ellenében ez a népi német mozgalommal szemben. És itt is volt egy ilyen gyűlés, és egy német fiatalra rápirított a nyugalmazott főispán, hogy szégyelje magát a karlendítésért és a zikhely köszöntésért, amikor itt éppen magyar kenyeret eszik. És hát erre volt egy kioktató választ kapott a sváb fiataltól, az egykori főispán, aki azt mondta neki, hogy tévedni tetszik az úr, nem mi eszünk magyar kenyeret, hanem önök esznek német kenyeret itt. A komor hangulatról tanúskodik a paksi Kassa Katalin bátyjához írt levele, amelyet 1939-ben írt bátyjához, aki Kanadában élt. Idézném a levelet. Kedves bátyám, főnököm Fischer Lídia, zsidó rövid és divatáru kereskedő kért, kérdezzem meg tőled, miután kivándorolna, lehetne ott is kereskedő? Vagy milyen szakmára képezze át magát? Nagyon rosszul megy itt most a zsidóságnak. Pesten is nagy zsidó cégek számolnak fel. Itt csendőrök igazoltatják őket, hogy magyar állampolgárok-e. Csak azt ismerik el honosnak, aki 1850-ig visszamenően igazolni tudja, hogy azóta Magyarországon él családja. Ezért Paksról is sokan kivándorolnak. Látod, itt is furcsa világ van, ami nem fog jóra vezetni. A 1944 a háborús front közeledésének szelét is érezni lehetett már. Már itt Pakson is feszülten volt a hangulat. Elég volt csak belépni a Szent István téren, a főtéren, paksi nagyáruházba, Kispál utóda üzletházba, és ott tele volt ragasztva, hogy Vitéz Kis Kálmán, Levent oktató is volt, volt egy militáns szellemisége is, és Szibéria vagy halál, ilyen plakátok voltak kiragasztva, vagy volt egy jellegzetes a korszakban plakát, amin szintén egy vasúti szerelvény volt látható, az utolsó vagonján egy halál egy csontváz képében ült vörös csillagos sapkában, körülötte holttestek, és ott volt a kísérő szöveg, hogy Szibériába akarsz kerülni te is, soha, akkor dolgozz és harcolj a győzelemért. És tehát a totális mozgósítás imitáló plakátok voltak itt is, megjelentek már városunkban is. Mindeközben a zsidó hitközség tagjai is igen feszült légkörben élték a mindennapokat. Igen, 1944-ben a paksi ortodox hitközségnek 573 fő volt a tagja. Steiner Gyula kereskedő volt a hitközség elnöke, Altman Simon rabbi volt a vezetője, mellettük működött a Status Quo hitközség is, de voltak közös szervezeteik, ilyen volt például az Aggokház, amit közösen működtettek, a Szentegylet, a Hevrakadisa, a
izraelita nőegylet, ezeknek a tagjait is közösen, együttesen vezették. Azt is tudjuk, hogy 44-ben, ebben az időben már 53 fő volt munkaszolgálatos a paksi zsidó családokból, családfőket, férfi családtagokat már elvitték a keleti frontra munkaszolgálatra. És hát így érkezünk el 1944. március 19-éhez, az ország német megszállásához. Milyen intézkedések következtek ekkor? A német megszállás úgy történt, mint sok más városban. Néhány korabeli fényképfelvétel fennmaradt, hogy a Macskaköves főutcán, a Deák Ferenc utcán, egykori Malom utcán végig haladt ez a katonai konvoj, oldalkocsis motorok, teherautókon jöttek be, a 8-as számú SS tüzérezred, akit állomásozott Pakcson. Egy nagyon szemtelenül fiatal, 20 pár éves parancsnokuk volt, Erhard Möslacher volt az az Obersturmführer, akit állomásozott Pakson, és már a megérkezését követően fenyegette a helyi zsidóságot, kivégzésekkel fenyegetett, terrorizálta a lakosságot. 1944. március 22-én, egy szerdai napon pedig a Deák Ferenc utcában bement a járási szolgabíró hivatalába, és dr. Arany László szolgabírónak az asztalra letette a zsidók mozgásának korlátozására vonatkozó szabályokat. A járási szolgabíró hivatala az a Deák Ferenc utcában a mai Proartis iskola épülete, a korábbi bunház volt. Itt hozták meg ezeket a szabályokat, itt írták ezt a jegyzőkönyvet. Maga a tüzér ezred és állomás helye, parancsnoksága, az pedig a Petőfi utca elején az ipartestületnek a székházában volt, oda voltak beszállásolva a katonák. Milyen szabályokkal szűkítették tovább a zsidók mindennapi mozgásterét a megszállók? Meg előírták a zsidó személyeknek, hogy az utcákon este 6 és reggel 7 óra között nem tartózkodhattak. Emellett minden családot kértek, hogy írják össze a családtagokat a hitközség elnökének, akinek ezt jelentenie kellett a parancsnokságnak. Délután 4-ig minden családtagnak jelentenie kellett, hogy mindenki Pakson tartózkodik, és 5 óráig a hitközség elnökének a Petőfi utcába el kellett mennie, és jelenteni, hogy senki nem hiányzik. Ha valakivel nem tudtak elszámolni, úgy fenyegették őket, hogy akkor 100 zsidó személynek a kivégzését helyezték kilátásba. Az üzleteket a főutcán sárga csillaggal kellett megjelölni, sőt mellette rá kellett írni német és magyar nyelven, hogy zsidó üzlet, Judengeschäft. A kereskedőknek emellett vagyonleltárt kellett csinálniuk az üzlet árumennyiségéről, sőt minden családnak vagyonleltárt az ingó és ingatlan vagyonukról, és ezt a helyi előjárósággal látomoztatni is kellett. Ezen intézkedéseket rögzítő dokumentum fennmaradt a levéltárban, hát kik voltak az aláírói? Ezt az ultimátumszerű jegyzőkönyvet egyrészt a város közigazgatási vezetői részéről, akik sajnos kiszolgálták a német intézkedéseket, és ezért a nevüket is el kell mondjuk, dr. Arany László szolgabíró volt, aki aláírta. Tudjuk, hogy Tarisznyás Gerő, város paksi főjegyző nem vállalta ezt a szerepet, és lemondott a tisztségéről. A másik oldalról, ugye, akik ellen szólt ez a zsidók részéről, pedig Altman Simon rabbi írta alá, Steiner Gyula, a ortodox hitközségnek az elnöke, Horváth István pedig a status quo hitközség elnöke látta el kézjegyével, illetve a megszállók részéről Erhard Möslacher, SS Obersturmführer volt, aki ezt aláírta. Ezt a jegyzőkönyvet azután felküldték a vármegyei közigazgatási vezetésnek, és ott Kornis István volt a paksi főszolgabíró, aki ezt elküldte, ott pedig a megyei alispán, Szongott Edvin szintén kiszolgálta ezeket az intézkedéseket, mintha csak egy rendeletet kapott volna készhez, ráírta, hogy tudomásul véve irattárba. Ezzel a két szóval napirendre tért a németek intézkedése felett. És hát itt vagyunk a Villany utcában, az egykori paksi gettó területén, innen folytatjuk majd a gettósítás és a deportálás történetével.